A pálya eltér a megszokottól, a játék is egy kicsit kötöttebb, azonban a bajnokcsapat tagjai számára ez sem okozhat problémát. A Videoton FC együttesének több játékosa is ott volt a Fezenen, melynek programjában helyet kapott a Székesfehérvár Bajnokok Városa elnevezési program sorozat, melyen Székesfehérvár sportéletének meghatározó tagjaival találkozhatnak a fesztiválozók. Az első napon a Videoton FC látogatott ki a Takarodó úti Fezenre. A vidi futballistái Tomasz Tuivel, Elek Ákos, Jankovics Zsolt, Lipták Zoltán, Sándor György, Horváth Gábor, Gosztonyi András, Nagy Dániel vagy éppen Szakály Dénes élő csocsóban mérte össze tudását, halkan igyezzük meg, 8 hétre a Diszl Péter vezette együttes nyert, majd ezt követően a sörcsapok mögé is beálltak, hogy saját kezülek szolgálják ki a megszomjazott fesztiválozókat. Nem igen voltam még ezen a rendezvényen, megmondom őszintén, mindig érdekelt, de sose jutottam el addig, hogy így konkrétan kijöjjek, de pont azt beszéltük a többiekkel, hogy nagyon-nagyon jó kis rendezvény. Én személy szerint fesztiválon sem voltam még soha életemben, ugye amikor ezek a fesztiválok vannak, akkor ugye nekünk már felkészülés, meg bajnokság van, és ezért nem járunk ilyenekre, de most nagyon-nagyon megtetszett, úgyhogy ha az időnk engedi, és úgy lesz esetleg szabadnapunk, akkor el fogunk látogatni. A Videoton FC játékosainak Fezenre tett látogatása óriási sikert aratott. A klub több értékes ajándékot is kiosztotta a fesztiválozók között, így könnyen előfordulhat, hogy szombaton 20 óra tájban megcsappan majd a zenekarok néző közönsége, hiszen több a szombaton 20 órakor kezdődő Diósgyőr elleni mérkőzésre szóló ingyen belépő is gazdát talált csütörtökön este a Fezenen. A Székesfehérvár sportjáért, valamint a minőségi zenéért egyaránt rajongók pénteken és szombaton is megtalálják számításukat. Műsorunk ideje alatt az Alba Komp együttese látogatott ki a Fezenre, míg szombaton az Alko FKC női kézisei, valamint a Szapa Fehérvár hokisai lesznek a vendégek.